Az iskolaőr a rendőrségi törvény szerint kényszerítő eszközök közül kizárólag testi kényszer, vegyi eszköz, gáspré, rendőrbot és bilincs használatára jogosult, ezen kívüli egyéb kényszerítő eszköz alkalmazása tilos számára. Erről még az iskolai erőszak megszüntetését célzó törvényjavaslatok vitáján beszélt Maruzsa Zoltán. A Magyar Nemzetnek adott friss interjúban azonban további részleteket is elárult a köznevelési államtitkár. Eszerint speciális rendészeti, valamint pedagógiai, pszichológiai felkészítést kapnak a leendő iskolaőrök. Hozzátette, civilek is betölthetik a feladatot. Korábban a pedagógusok szakszervezete azt írta, az állandó iskolaőri rendőri jelenlét a megfélemlítés eszköze, és nem a megelőzési. Közleményükben számos javaslattal élnek, amivel úgy vélik, megfékezhető lenne az iskolai agresszió. Híradónknak a szervezet elnöke megjegyezte. Egyetlen esetben elfogadható az iskolaőrség, ha az kéri a tantestület és ha az egy komplett csomag része. Szabó Zsuzsa szerint, ha lesznek iskolaőrök az intézményekben, kiemelten fontos, hogy a lehető legjobban tudjanak integrálódni az új közegbe. És itt van Kunhalmi Ágnes, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mindjárt az iskolaőrökről beszélgetünk, csak előtte hadd kérdezzem valamit másról, pártügyről. Most a heti HVG-ben jelent meg a Median felmérése a pártok népszerűségéről, és hát ebben nem fogom felsorolni az összes pártot, de hát az MSZP-nek 3-4%-ot mond a Median, a Jobbiknak ennek mondjuk a dupláját, a DK és a Momentum is mondjuk kicsit több, mint a dupláját. Ezt értékelték már, ezt a 3-4%-ot? Hát persze, figyeljük a közvéleménykutatásokat, de van egy klasszikus mondás az MSZP-ben, hogy nem azt kell nyerni, hanem választást. De na jó, de ez is rég volt már. Rég volt már, hogy az MSZP kormányra tudott kerülni, ez pontosan így van, de például az AVESZ kutatás az pont dupláját méri, ahogy a Pulai féle publikuszintézet is. Én azt hiszem, hogy nem... Nagyon nehéz volt most valójában megmérni azt a pandémiás időszak alatt, hogy hol tartanak a pártok. Nagyon máshova helyeződött a fókusz, és igazából maguk a közvéleménykutatók, de Hán Endre is elmondta, hogy nehezebben tudták elérni, de az összes kutató vezető is az embereket. Alapvetően azt látni kell, hogy az MSZP-nek már régóta stabilizálódott egy... Na pont erről akartam beszélni, stabilizálódott, vagy azért ez mégiscsak egy tendenciát mutat, ha a számoknak nem is feltétlenül hiszünk, és szerintem ez azért nagyon fontos kérdés, mert amikor arról kezdünk beszélni, hogy például Mesterházi Attila bejelentkezett az MSZP elnöki posztjára, hosszú idő után újra, hogy akkor azért ez egy nagyon fontos kérdés, hogy vajon kijelenthető-e, hogy elégedettek az eddigi irányjal, vagy azt kell mondani, hogy valamiféle frissítésre szüksége van a pártnak, hiszen milyen százalékokat is kimutatnak. Biztos, hogy frissítésre van szükség, ez egyértelmű, mert haladni kell a korral, hiszen teljesen más kihívások elé néz Magyarország most, mint mondjuk 10 évvel, vagy akár 15 évvel ezelőtt, amikor MSZP kormányok voltak. Ez az egyik alapvetés. A másik az, hogy 2018-ban az MSZP-nek és a Párbeszéd Szövetségnek volt egy eredmény. Én azt várom el a hazai baloldal közösségétől, így az MSZP közösségétől, hogy azt a szintet tudjuk tartani, hiszen látni kell, hogy ebben a NER világban lényegében a hazai ellenzék és a hazai baloldal is töredezett, szétaprózódott, polarizálódott. Igazából egyik párt sem tud akkorát ugrani, hogy érdemben átvegye a vezetést. Igazából a Fideszhez képest még a legerősebb ellenzéki párt is fényévekre van sajnos, ezt kell látni. Ez pontosan így van, tehát a valóság... nem hogy fényévekre, hanem... Erről, így van, ahogy szerkesztő azt mondja, tehát a politikai realitásokból kell kiindulni. Ma az a cél, hogy az összefogás 22-re megvalósuljon, hogy mindenki, tehát az összes ellenzéki párt tartsa a saját pillérét, jó, hogy legyen mit aztán összetolni. Hadd kérdezzek valamit nagyon őszintén. Ha jól tudom, akkor ez a tisztújítás már most megtörtént volna tavasszal, de el kellett tolni, ezért össze lesz a tisztújítás. Ennek kapcsán felmerült, hogy a jelenlegi elnök és ön irányítanák a pártot, vagy ennek a mostani tavaszi tisztújításnak tulajdonképpen ez volt egy tétje, vagy lehetség kimenetele. Ugyanakkor most őszre tolódott, új versenyzők is vannak. Ön most mit mond? Továbbra is az eddigi elnököt támogatja, hiszen egyébként önnek úgy lehetősége nyílik a komoly vezetésbe beszállni, vagy azt mondja, hogy változásra van szükség, amit most is mondott, és akkor Mesterházi Attilának adjunk lehetőséget. Nézd, én mindig azon a párton voltam, hogy mindig ne hátra, mindig csak előre felé nézzünk. Ezt amióta én politizálok, azt láthatják a tévénézők, láthatja a közvélemény, hogy mindig egyel előrébb kell lépni, és nem visszafelé. De akkor fogok én ebbe az egészbe érdemben beszállni, ha ez volt a kérdése, hogyha az alapszabályunkat elfogadják. Ugyanis egy olyan merőben új alapszabályról van most éppen szavazás az MSZP-ben online, amely
az elmúlt 30 évet lezárva egy teljesen új struktúrát, például a társelnöki rendszer bevezetése, vagy az előválasztás, vagy a koalíciós kormányzásokra való felkészítése a pártnak, és nagyon sok olyan dolgot hoz be, amely nem csak a szerkezetét változtatja meg, hanem egy politikai kultúraváltást is. Tehát ön akkor száll be egyáltalán a ringbe, ha ez megtörténik? Az alapszabályt elfogadják, hiszen az egy kritikus feltétele annak, hogy én amellett voltam, hogy a teletűzdelt, újdonságokkal teletűzdelt alapszabályt egyáltalán ez a közösség elfogadja. Én akkor látom személyesen értelmét annak, hogy tovább vigyem azt a küzdelmet, amit itt-ott ilyen-olyan pozícióban, éppen most választmányi elnökként viszek a közéletben. És ha ezt elfogadják, akkor Tóth Bertalan vagy Mesterházy Attila lenne ideálisabb elnök? Erre még egyszer a magam indulásáról is azért mondtam, hogy akkor fogok mondani valamit, hogyha ezt elfogadják, akkor viszont fogok, és fogok önhöz jönni, megígérem. Köszönöm. És akkor most térjünk vissza arra a témára, amit felvetettünk, ugye a digitális oktatás tanulságai, illetve az iskolaőrök. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy azt látom, hogy a magyar ellenzék ábóvó támogatja az iskolaőrök kérdését. Miközben például, ha Vecsei Miklóst kérdezzük, aki a Máltai Szeretett Szolgálat vezetője, és nagyon sok olyan településsel van kapcsolatban, ahol komoly iskolai konfliktusok vannak, ő azt állítja, hogy vannak olyan települések és vannak olyan iskolák, ahol nagyon sokat segíthet egy ilyen iskolaőr azokban a konfliktusokban, amelyek most akár eszkalálódnak is. Ő egyébként azt állítja, hogy főleg nem a diákok és a pedagógusok között vannak ezek a konfliktusok, hanem a diákok szülei és a pedagógusok között. Ez egy elfogadható nézőpont önök számára, hogy vannak olyan iskolák, ahol ez segít? Én azt hiszem, hogy nincsenek olyan iskolák, ahol ez önmagában megoldást okozna. Tehát, hogyha a gyerek mellé rendőrt állítunk, akkor az lényegében azt tükrözi, hogy a politika az megpróbál társadalmi, szociális problémákat, ami ebből, tehát az agresszivitáshoz mire eljutunk, kezelni kimondottan csak rendészeti eszközökkel. Mert én akkor fogadnám el a Fidesznek ezen érveit, akár amit Maruzsa Zoltán mondott, vagy amit Gulyás Gergely is mondott, hogyha előtte mindent megtettek volna azért, de hogy legyen iskolapszichológus, fejlesztő pedagógus az iskolákban. Én azt nem tagadom, hogy lesznek olyanok, akik ennek örülnek, de azt látjuk Amerikában is, ahol valóban évtizedek óta kísérleteznek az iskolarendőrökkel. Pedagógiai képzésen mennek át ezek az iskolarendőrök Amerikában, és most kezdik őket megszüntetni, mert rájöttek arra, hogy valójában nem tudja pótolni semmi azt, amit az iskola pedagógiai problémákkal vagy pedagógiai módszerekkel megoldaná. Amerikában például sokkal több fegyveres konfliktus történik iskolában, nálunk ez egyáltalán nem divat, ahogy fegyverviselési engedély sincs. Szerencsére. Egy csomó embernek, hogy Amerikában meg van, tehát hogy azt gondolom, hogy nagyon más a helyzet. Még egyszer, Vecsei Miklós azt mondja, ezek a konfliktusok elsősorban nem a gyerek-pedagógus kapcsolatot terhelik, hanem a gyerek szüleinek és a pedagógusnak a kapcsolatát. Ebben sem tud segíteni egy iskolaőr? Mert arra már nem jó az iskolapszichológus, hogy elbeszélgessen a kedves ingerült papával. Nézze, én azt hiszem, hogy az iskola rendőrnek ez a fajta funkcióját majd nyilván most már be fogják vezetni, a gyakorlatba fogjuk látni, de mindannyian láttunk olyan eseteket, akár videókon, vagy akár a családomban is, hiszen vannak pedagógusok, ahol a szülő jött be ráborítani a pedagógusra az asztalt. Ha mondjuk ezt megteszi a harmadik emeleten fönt, miközben lent van az első emeleten az iskolaőr, és ül mondjuk a folyosón, és ha tartja nem az ügyeletét, mondjuk akkor járkál az udvaron, vagy épp a körletet éppen körbejárja. Hogy fog segíteni egyébként? Hát de ha ott sincs, akkor hogy segít? Úgyhogy egyébként kihívták ilyenkor a rendőrséget, ilyenkor szóltak. De a rendőr gyorsabban odaér, mint az udvaron sétáló iskolaőr? Nézze, általánosságban az a helyzet, hogy ez az iskolaőrség nem fog megoldást vagy okozni. Egy-két településen lehet, de akkor már szerintem kialakították azokban az iskolákban ennek a módszerét, hogy hogyan lehet ezt megoldani. Még egy utolsó kérdés, azt elfogadja, hogyha bizonyos tantestületek kérik ezt, akkor nekik lehessen élni ezzel a lehetőséggel? Természetesen fognak élni bizonyos tantestületek ezzel a lehetőséggel. Szerintem ott is fogják kérni, ahol ez indokolatlan lenne, de hosszú távon, még középtávon se fog igazából megoldást találni. Ezek a konfliktusok fenn fognak maradni, sőt, rendőr rendőrt szül, ha nem megfelelő mélységében, szakmai alapon kezelik ezeknek a gyerekeknek, vagy akár a szülőknek a problémáit, vagy az iskola-család konfliktusokat, kimondottan csak rendőri eszközt alkalmaznak, és itt a csakon van a hangsúly, mert semmi más nem tett a Fidesz az elmúlt 10 évben azért, és most már azt hiszik, hogy a rendőr majd ezt megoldja, nem fogja megoldani. Mondjuk ettől még lehet kialakítani egy olyan képzési rendszert, ami nem feltétlenül szeptemberig, de...
Táblatilag lehetne kellene, ilyet. Kellene, de hát ön látott szerkesztő azt, hogy bármilyen erőfeszítést az elmúlt időszakban az államosított iskola rendszerben erre? Egyelőre nem, csak azt mondom, hogy nem feltétlenül lezárt a történet, vagy nem feltétlenül van pont a végén. Amíg a holnap felkelünk, holnap is van nap, oktatást is lehet jobban csinálni holnap, mint ma. Ez egyébként egy fontos kérdés, hogy lehet oktatást csinálni jobban, és még van egy kis időnk, hogy erről is beszéljünk, hogy azért biztos, hogy vannak tanulságai ennek az elmúlt 3 hónapnak, hogy mennyire sikerült átállni a Magyarországnak, a magyar pedagógusoknak, a magyar szülőknek, a magyar diákoknak a digitális oktatásra, illetve ha sikerült, mi az, amit át lehet vinni belőle adott esetben egy következő hullámra? Jó a kérdés. Igazából nagyon széles skálán mozog a megítélés. Nyilván ön is olvasott olyan cikkeket, amely arról szólnak, hogy tragédia, katasztrófa, semmire nem mentek, nem tudták az egésszel, nem tudtak mit kezdeni. Ilyet is, olyat is. Ilyet is. Van, aki azt mondja, hogy elég jól ment, igazából a kezdeti nehézségek után belerázódtak, összehozta a közösséget, a diákok segítettek a tanároknak, és fordítva közelebb kerültek egymáshoz. Én azt hiszem, hogy az lenne a legjobb, hogyha szeptember 1-től, ha nem jön a hullámnak, a COVID vírusnak egy újabb hullám, akkor az lenne a jó, hogyha nagyon sok elemét behoznák és folytatnák a pedagógusok. Tisztázni kell azt, hogy a hagyományos oktatást, a személyes kapcsolatokon alapuló oktatást nem fogja helyettesíteni a digitális oktatást, de részévé kell tenni. Ez egy kényszer szülte dolog volt mindenkinek. A tananyagot biztos nem tudták sehol befejezni, de nagyon sok új készség és képesség kialakult a pedagógusokban is. Ha van valami előny, az az, hogy a pedagógus is kénytelen volt átlépni a saját árnyékát, és rájöttek arra, hogy sokkal okosabbak, sokkal kreatívabbak, mint bárki gondolná. És még egy tanulság van. Ha valaki azt hiszi, hogy elég csak a tananyag leadására koncentrálni, az a hagyományos tantermi keretek között is megbukott, és a digitális rendszerben is megbukott. Én azt abban bízom, hogy bátorítást kaptak a pedagógusok, a szülők észrevették azt, hogy végre mekkora terhelés alatt vannak a gyerekek és a tanárok, és fejlesztés és a modernitás irányába fogunk szeptembertől elérni. Erről még úgyis fogunk sokat beszélni, mert nagyon-nagyon sok kérdés maradt a levegőben, és most itt lesz az idő összegezni ezeket a kérdéseket. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk beszélgetni.